Sziasztok, sziasztok, nevem Gábor Lázs, az IAA-n vagyunk Münchenben. Az IAA az az internacionale Autoausstellung, tehát autókiállítás, és itt a messzi Münchenben fogjuk kezdeni, ahol van egy csomó innováció, jövőbeli dolgok, hogy milyen aksik lesznek, milyen töltési lehetőségek vannak, hogy tudok pénzt spórolni a töltéssel, és utána még bemünk a belvárosba, és ahol nem is kell fizetni azért, hogy körbenézzünk több tucatnyi céget, kínaiakat, németeket, franciákat, úgyhogy vágjunk bele, ez egy hosszú videó lesz, de remélem tetszik nektek. Belépünk a kiállításra, nem a nagy német cégek várnak minket, hanem érdekes módon egy Leap Motor, tehát kínaiak, további kínai cég itt ez a kiskocsival, az az XEV, és a Leap Motor mögött meg ott van a Forthing, Alibabával dolgoznak együtt, és azok is jó áron, jó autókat igazából gyártanak. Nézzük meg, hogy mikor jönnek Európában. A legtöbb cég, akivel találkozunk a kiállításon kint, azok nem feltétlenül autócégek, hanem egy ADAC, ez például a németeknél az autóbiztosító, hogyha leragadna az autótok, akkor segítenek nektek, de JP Morgan is itt van, akik gondolom segítenek finanszírozni egy autót. Az én kedvencem alapvetően ezek a kis autók, egyre több cég rámegy ezekre, Olaszországban sokat látjuk is őket, mert egy nagy cég, nagy városokban nőttem fel, és alapvetően egy nagy városban nem kell nagy autó, csak gyorsan ketten talán A-ból B-be akarunk jutni, és hogyha valamit tényleg vinni akarunk magunkkal, nagyobb dolgot, akkor úgyis bérlünk inkább egy nagyobb autót, és azt nem veszük meg, és mindig a ház előtt tartjuk, vagy? Sok megoldás is van itt arról, hogy hogy legyen az okos otthonunk is okosabb az autónkkal együtt, itt látjátok, töltődik is egy, mert nem mindig akkor a legjobb tölteni, amikor rádújjuk az autókon töltőre. Munka után, délután 5-6-kor a legdrágább általában az áramhálózatban az áram, és van egy olyan applikáció a Tadótól, teljesen ingyenes, ami még autógyártóval együtt működik, és be tudjátok ott állítani, hogyha óránként fizetitek az áramotokat, hogy akkor mikor kezd el feltölteni, és van olyan lehetőség, hogy mi pénzt is kerestek éppen bele, mert túl sok áram van a hálózatban. Elég őrültség, nem? Mindegy, hogy török, holland, vagy akár persze kínai, annyi ország van itt, hogy hihetetlen, és ezért tetszik ez a kiáltás, mert sok érdekes emberekkel lehet beszélni, és sok technológiát látni.
És most a kedvenc standom, nem a Bosch, ott nincs túl sok érdekes, csak beszélgetnek, hanem itt lehetett kényelmesen ülni, lehetett sörözni négy után is, mindig ingyen, meg volt kaja is, meg pia is, úgyhogy lehetett ismerkedni, beszélgetni akár késő estig, és végre kicsit megnyugodni a reggel 8-tól este 5-6-ig munka után. Biztos nem ismeritek azt a céget, hogy Webasto, de ők csinálják a legtöbb ilyen convertible rooftopot gyönyörű autóknak. Nézzétek, milyen jól néz ki, és kevés helyet foglal. Minek vezetünk abban az utcákon? Lehetni már rég a levegőben. Kettő ember fél ebbe bele, látjátok a propellereket, ez működik is, és még nem is kell hozzá semmilyen jogsim, mert hogy magától repül, de akár önvezető buszok is lehetnének a jövő. Azok igazából már mennek egy pár helyen az utcákon is, érdekes, nem? Ezt a klasszikus autót ismeritek? Hát ez elég gyorsan lehetett menni, és nem véletlenül állok itt, mert nézzétek, melyik ország? Elektromos bicajokat és ilyen delivery truckokat is ki lehet próbálni a kiállításon bent, de akár rendesen az új autókat is, a BYD-től, Mercedes-től, Audi-tól, mindenkitől ki is lehet próbálni a belvárosban. Amit mi nem csináltam, mert egy 20 percet a belvárosban vezetni nincs túl sok értelme, meg sok idő lett volna, de legközelebb, hogyha lesz két év múlva még Münchenben, akkor próbáljátok ki. Tudtátok, hogy 10 perc alatt fel tudjátok tölteni az autótokat úgy, hogy 500 km tudjatok menni? Az nem rossz, meg van egy olyan aksis a CATL-től, ami 1000 km távod bír, azt persze nem tud olyan gyorsan tölteni, de kíváncsi vagyok, hogy mikor jönnek ezek tényleg autókban, mert egyszerűen bemutatott egy autót, ami 1000 kilométerig tényleg bírja, és meglátjuk, hogy ezek majd mennyibe kerülnek, szerencsére ezek kínaiak, sőt Debrecenben is fognak gyártani ők is, de majd tényleg meglátjuk, hogy mikor lesznek ezek tényleg autóban, és nem csak európai gyártásokban, hanem a kínai gyártásokban is, hogy akkor legyenek talán még megfizethetőek is, meglátjuk, hogy hogy néz ki a jövő. Az Amazon se hiányozhat egy ilyen kiáltásom, az AWS, az Amazon Web Services, hogyha nem tudnátok, persze, Az Amazon se hiányozhat egy ilyen kiállításon, mert az Amazon Web Services az egyik legnagyobb cloud szolgáltató a világon, és nekem az a kérdésem, hogy mi lesz, hogyha az autónak nincs internetje, akkor még tudunk vele menni, mert már láttam egy olyan autót a kiállításon, sőt kettőt is, ha nem tudtuk kinyitni az ajtaját, mert le volt merülve, technika okoknak hívták, de igazából csak le volt merülve. Nem fogunk kiszállni tudni majd az autónkból, hogyha lemerül. Azért eléggé scary, még az ablakot sem tudjuk majd lehúzni. Ajajaj. És képzeljétek, a Samsung van az egyik legnagyobb kiállítási helyiség, és nézzük meg, hogy mi minden mutatnak be itt az IA-n. A legjobb rész az IA-nak igazából a gyönyörű időjárás. Minden nap rövid nadrágban jöhettem volna ki a kiállításra, csak az persze nem olyan profi, és ja, mindig néha 5 percet kiülök, dolgozok a napon ülve, és 30 fok van itt Münchenben is, ami szokatlan szeptember közepén, úgyhogy jövő héten kezdődik az Oktoberfest, hihetetlen, de imádom, úgyhogy remélem jövőre, és majd két év múlva is ilyen lesz, hogyha megint visszatér az IA Münchenben. Na most már menjünk végre az autókat megnézni, mert itt is vannak egy páran persze kint, a Mercedes, BMW meg ilyenek, de sokkal szebb standok vannak a belvárosban, úgyhogy ugorjunk át oda! És most folytassuk például a BYD-vel, Volkswagen-nel, Renault-val, meg sok másik látnivaló volt a belvárosból.
És meséltél már nekik az Audi-król, meg a Porsche-król? Van egy pár új termékük, az biztos. Na és most még van a Ford, Avatar, Lucid, Xpeng, Tesla, meg még sok másik itt Münchenben a Königsplatzon. Thank you.
Most még egy kis Merci se hiányozhat, meg még a Cupra is itt van, a Volkswagen márka, hogyha nem ismeritek, nézzétek meg a nagyon jó autókat. Már ennyi is volt akkor az IAA-ról itt Münchenben, remélem tetszett nektek, körbe sétáltunk az egészet 7 nap alatt, hétfőtől vasárnapig végig, beszélgettünk sok emberrel, próbáltunk forgatni minél többet, szép felvételeket csinálni, végig gyönyörű volt az idő, ami hihetetlen, de remélem 2 év múlva is megint ilyen lesz, és maradjatok itt a csatornán persze még mindig velünk, mert még lesz egy-kettő autóról pontosabb bemutató és hosszabb bemutató is, és hogyha hamarabb akarjátok ezeket látni, a rövid bemutatókat legalábbis, akkor a TikTokon és Instagramon kövessetek be minket ugyanígy, itt lent vannak a linkek, mint mindig, ott látom már a következő napokban még gyönyörű videókat sok mindenről, de egy hosszabb autóteszte például a Lucidról is láthatok majd hamarosan, mert velük egy hosszabb test drive-ot is már megbeszéltem, meg a Volkswagen, meg más cégekkel is majd a jövőben fogtok majd egy-kettő tartalmat még látni, nem csak mobilokról, de jönnek az iPhone-ok is, úgyhogy maradjatok mi mindig velünk itt a Tech Videón, remélem hamarosan találkozunk megint, sziasztok, a nevem Gábor Lázs, és legközelebbig!